út, és elhagytam már Meránót is. A Passziria nevű völgyben haladok fölfelé, egy újabb 2000-es hágó irányába. Ez pedig a Jaufen Pass. Lassan háttérben már meg is jelennek a nagyobb hegyek, de egyelőre kerékpárúton haladok, most burkolatlan éppen. Annyira nem zavar, nem tudok sietni, ez igaz, de legalább pihenek egy kicsit. És természetesen itt is mindenhol a almás kertek, meg szép hegyi folyók. Ez itt Passziria, és lenne a völgyben San Leonard. Két hágóba is föl lehet menni innen. Az egyik egy igazi hágóóriás, Ausztria egyik legmagasabb hágója, Timmelsjoch. Abba az irányba található. Idő hiányában én a Timmelsjochot most sajnos nem mászom meg, hanem a már említett Jaufen Pass felé megyek, ebbe az irányba. Timmelsjochra is sor fog kerülni majd az elkövetkezendő években, de most helyette inkább a Dolomitokba megyek. Súlyos baleset történt, nem tudom mi lehet, az előbb még a helikopter is itt körözött, egyelőre áll a forgalom. Hát várok, jobbat nem tehetek. Reméljük nincs nagy baj. Itt közben kiderült, hogy elég komoly a probléma. A motoros átrepült a korláton, ott van lent a motor. Megpróbálok átmenni. Sikerült tovább jutnom. Kiderült aztán, hogy motoros ütközött egy szemből jövő autóval. Mondom, azzal a kis sebességgel, amivel általában motorosok szoktak menni. És egyszerűen átrepült a szalagkorláton a fickó. Mentő helikopter is azért kellett, hogy fölhozzák. A táj egyre szebb. Elhagytam az 1950 métert. Ott megy fönn az út. Még van egy jó 150 méter szint emelkedésem. Az már nem is olyan sok.
úgy tűnik megérkeztem. Jó fenn pász, Passo Giovo, 2094 méter. Azért a hágó túloldala is egész jó. Sterzing felől haladok, Brixen felé. Ez érdemes megnézni, ott van lenne a főút. Fölöttem az autópálya, az autópálya lábai között meg a bicikliút. Ha volt egy kis záporom, remélem nem folytatódik. Után azért este már megkezdődött a mászás. A Dolomitok kapujában vagyok. Hát igen, erről volna szó. A Dolomitok a másik nagy kedvence a francia alpok után. De szerintem ez nem is csak. Sziklatornyok között első Dolomitok béli hágón felé haladok. Ez pedig a Passo dell'Erbe, vagyis Vürzioch. Még 3,5 km van hátra, és olyan jó 200 méter szint. Legurultam a Vürzjochról, most már a Bádia völgyben tartok fölfelé, következő célpontjaim felé, és persze, hogy élvezzem a Dolomitok minden szépségét. El is indultam a Valparola hágó felé. Ma már nem fogom megmászni. Valahol útközben megalszom. Még pontosan nem tudom, hogy hol. De hát a táj az fantasztikus. Na, itt egy biciklisbolt. Elég stílusos. Nincs szükségem semmire, hál' Istennek. Hülye kérdés lenne, hogy miért szeretem a Dolomitokat. Passo Valparola. Jobbra megyünk.